Mezőgazdasági témával megyünk tovább. Az elmúlt hónapban térségünk időjárására a szélsőségek voltak a jellemzőek. Domján Sándor agrármérnöktől megtudhatjuk, hogyan hatott mindez a mezőgazdaságra. A belvíz olyan állóvíz, amely nagyobb esőzések, hirtelen hóolvadás vagy a talajvíz szintjének emelkedése miatt keletkezik. Egy nagyon rövid időszak, igazán szükséges, kellemes téli időjárásunk volt, gyakorlatilag egy hét. Igen, kellene a hideg továbbra is. Számosokból, hiszen egy csapadékos évúton vagyunk túl, nagyon sok mezőgazdasági munkát gátolt, a betakarítástól, a talajmunkán, a vetésen keresztül a csapadékos időjárás. Egy valaminek nagyon a kórokozóknak és a kártevőknek viszont kedvez, talán a rágcsálóknak nem annyira, de minden másnak igen, és hogyha marad ez az enyhe idő, akkor tovább nehezíti a munkát, illetve a kórokozók nem fognak elpusztulni, ezért a tavasszal, nyáron sokkal többet kell majd fordítanunk anyagilag is és figyelemmel is a védekezésre. Azért nem tud természetes módon elszivárogni, mert a talaj felső rétegében a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Mivel leesett a hó és volt egy kis fagy, az olvadás, ugye a havat gyorsan elolvasztotta, a föld egy kicsit lassabban engedett ki, amúgy is tele volt most a talaj vízzel, hát idefele jövet is lehetett látni, hogy a táblákon nagyon sok helyen áll a víz, tehát jelenlegi állapot szerint gond van a belvízzel. Ha a belvíz hosszabb ideig van jelen, a mezőgazdaságban kárt okoz azzal, hogy a kultúrnövények gyökérzete a tartósan vizes közegben károsodik. A belvíz nyomás, így mondjuk mi ezt, időszaka és mennyisége függvényében sérül a növény vagy kipusztul a növény, levegőtlenné válik a talaj, tehát nem csak a már elvetett őszi növényeket hátráltatja, hanem majd a tavasziak alá is bonyolultabbá teszi a talajmunkát. A belvíz által okozott károk megelőzése érdekében végzett műszaki tevékenységek összessége a belvízrendezés. Ennek elemei a víz gyorsabb lefolyását segítő csatornarendszer, a csatornák útjában lévő tereptárgyak, vízáteresztését biztosító átereszek, csőzsilipek és bújtatók, illetve a belvizeket a magasabb vízszintű csatornákba vagy folyókba beemelő szivattyú telepek.